Addig minden tök jó volt. Még így néha fel is tudtam állni a surfdeszkára. Nem olyan sokat, de fel tudtam. És az a lényeg, hogy utána elkezdett nagyon szembe fújni a szél. Tehát, hogy a part felül fújni a szél. De úgy, hogy konkrétan, amikor megtörik a hullám, annak a tetejéről látszott, hogy visszafele fújja a szél. Ami tök furcsa volt. És már egyrészt az egy dolog, hogy már többen elmentek, de ahogy így mondtam, hát ez engem aztán annyira nem zavar, hogy a többiek elmentek. Mert hogy én még úgy élveztem még plusz egy fél óráig, de úgy voltam vele, hogy hát olyan 4-5 fele majd kijövök. De hogy elkezdett nagyon durván szembe fújni a szél, így nem nagyon, nem azt, hogy nem élveztem, hanem inkább az, hogy sokkal rosszabb volt az egész. És nem nagyon lehetett így érteni, nem lehetett élvezni a szörfözést, mert sokkal szemedben, nem is szemedben, hanem igazából így tök rossz volt, meg olyan volt, mint hogyha ilyen nagyon erőszakos lett volna az időjárás. Pedig, tehát fúj a szél, nem annyira nagyon durván vészesen fúj a szél, hogy ez annyira indokolná, de valami miatt ez lett igazából, hogy így van elkezdve. Tudom, hogy fújni fog a szél ma, de hogy ennyire durván nem gondoltam volna, hogy meg ugye nem mindegy, hogy melyik irányból fúj a szél. Itt voltam egyébként, ha jól érjük. Látjátok a zászlókon is, hogy mennyire durván fúj a szél. És hogy már nem lehetett élvezni. Igazából az volt olyan probléma, hogy olyannyira fújt a szél, hogy nem lehetett már élvezni az egész szörfözést. Sétálok egy kicsit a parton, meg olvasgatok, meg ilyenek. Aztán majd utána majd valamit kajálok, azt megyek vissza. Valószínűleg ez lesz a program. De hogy otthon is
gyorsan megváltozott az időjárás, nem gondoltam volna. 20 perc alatt nagyjából teljesen megfordult a szél. Nagyjából mindenki jött kifele, én meg gondoltam, hogy hát akkor én még bemegyek, nem tudom, egy órára, másfélre, valahogy úgy, és hogy nem.
aztán megyünk most vissza. Pontosabban megyünk Santa Rosába, nem Hillsborough-be, de igen. Mert nagyon durván elkezdett fogni a szél. Do it. 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 Do
respect that I can't do it. I'm too much of a punk to be able to do it. You're not a punk. You just don't want to do it. It's okay. I get it. I wouldn't want to do it either. But I just... I was either going to become a vegan or I was going to become a vegan. That was my two things. You should be able to kill the animal. Find his dog every day. We can walk into a shop, they cannot. That's true.